köszöntök mindenkit. A 28. Lenergy az év természet fotósa pályázat online eredmény hirdetésén és kiállítás megnyitóján. Ugye a vírus miatt nem volt más lehetőségünk idén, mint az, hogy így online tartsuk meg ezt a mai eredmény hirdetést, de remélem, hogy így is izgalmas lesz, és talán emlékezetes sokatoknak. Ugye egy évvel ezelőtt, amikor bezártuk az előző kiállítást, akkor megállapodtunk a Természettudományi Múzeummal a 2020-as díjátadó dátumában. Nagyon örültünk, hogy egy jó napot sikerült választani, ugye halottak napja után, stb. Attól mindig egy kicsit küzd azért, meg az egész természetfotózás mindig küzd egy kicsit a média figyelméért. Úgyhogy kiválasztottuk ezt a november 3-át, de sajnos egy apróságra nem gondoltunk, hogy nevezetesen éppen ma választanak elnököt Amerikában, úgyhogy az kicsit nagy konkurenciánk van a mai napon, de azért azt remélem, hogy akit érdekel a természetfotózás, az azért itt lesz ma velünk. A több csatornán keresztül közvetítjük a mai eseményt, de néhány fotóst meghívtunk a Zoom szobába. Most megkérem Darányi Zsoltot, hogy mutassa meg, hogy kik azok, akik velünk vannak élőben. Én nem látom. Zsolt, te látod? Igen, kit vannak. Jó. Köszönöm. Hát egy kicsit integessetek, meg mosolyogjatok, meg minden. Úgyhogy szeretettel köszöntünk benneteket. Biztos kitaláltátok, hogy van ennek valami oka, hogy miért pont ezeket a hölgyeket és urakat hívtuk meg a mai napon, de majd igazából ez később fog kiderülni. Akkor, ha szabad, én elkezdeném a prezentációmat. Na, most látok mindenkit. Jó. És akkor megosztom az én saját képernyőmet. Hát Péter vagyok, a Naturalt elnöke. Még egyszer köszöntök mindenkit. Ugye néhány szóval bemutatom a Naturaltot. 89-ben alakult meg a Magyar Természetfotósok Szövetsége. Ugye a bíróság bejegyzése alapján 1990-től bejegyzett szervezet. Ez azt jelenti, hogy idén ünnepeltük a 30. évfordulónkat. Nyitott szervezet, bárki csatlakozhat hozzánk, aki elfogadja az etikus természetfotózásról szóló irányelveinket, és persze jó fotókat készít. 93 óta már 28. alkalommal rendezzük meg az év természetfotósa pályázatot és kiállítást. Nagy büszkén mondhatom, hogy tagjaink a világ nagy pályázatain eredményesen szerepelnek. Az idei pályázatról néhány szó. Soha nem volt még ennyi kép. 4114 pályamű érkezett, 241 fotós alkotása. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a transzparencia, az átláthatóság és az etika, etikus természetfotózás győzedelmeskedjen ezen a pályázaton. Ezért aztán 4 fordulós zsűrzési folyamatot bonyolítottunk le. Ugye az első fordulóban a beérkezett összes képből a zsűri kiválaszt 1000 képet, azok jutnak tovább a következő fordulóba. A következő immár nyilvános élőben közvetített internetes fordulón a zsűri kiválaszt az 1000-ből 400 képet. Utána ebből ennek a 400 képnek bekérjük az eredeti kamerafájait, amiket egyenként leellenőrzünk, hogy azokon milyen digitális transformációk történtek a feldolgozás során, és csak azok a képek mehetnek a következő fordulóba, amelyek megfelelnek a pályázati kiírásnak. De azt mondanom sem kell, hogy teljesen anonim a pályázat. Azaz, amint beérkezik egy kép a pályázatra, azonnal kap egy kódszámot, és attól kezdve nem tudja senki, hogy ki a szerző.
A héttagú zsűri van, minden egyes pontozás esetén a legalacsonyabb és a legmagasabb pontszám kiesik, és így végül is aztán 5 zsűritagnak a pontszáma viszi tovább a képet, vagy éppen ejti ki. Ugye az élő közvetítéssel a Naturalt egy világújdonságot vezetett be, de már más pályázatokon is követik ezt a példát. Néhány éve vezettük be azt a szabályt, hogy a végső értékelésben csak az egyéni teljesítmény számít, azaz lehet éppenséggel fizetős lesekben készített fotókkal pályázni a pályázaton, sőt, ezekkel akár kategóriát is lehet nyerni, de az év természetfotósa cím odaítélésében csak olyan képek számítanak be, amik egyéni teljesítmény eredményeként jöttek létre. Sajnos nincs mód arra, hogy szponzorainkkal együtt személyesen álljunk a színpadra, ezért megkértük néhányukat, hogy mondják el, hogy miért tartják fontosnak a természetfotózás, illetve a pályázat támogatóját. Elsőként kérem, hogy akkor játsszuk be Gál Péter videóüzenetét. Gyönyörű országban élünk, varázslatos természeti adottságokkal és számos kiemelkedő tehetséggel, akiknek köszönhetjük, hogy mind a varázslatos Magyarország, mind pedig az év természetfotósa pályázatok világszínvonalon mutatják be hazánk természeti értékeit. És számunkra ez a kulcs szó, hogy minden fórumon, ahol tudunk, tegyünk a magyar természetfotózásért és a magyar természetvédelemért, ahogy a varázslatos Magyarországon, úgy az év természetfotósa pályázaton is. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Lenergy, az év természetfotósa pályázat online díjátadóján. Sajnos, ahogy a VM 10. évfordulóját sem tudtuk megtartani a kialakult vírushelyzet miatt, hasonló cipőben jár az év természetfotósa pályázat, illetve a NaturArt szervezőbizottsága. Azonban azt gondolom, hogy ettől a magyar természetfotózás, illetve a természetvédelem nem fog megállni, sőt, egyre több ideje van az embereknek, hogy kimenjenek a természetbe. Kapcsolódva szorosan a természetvédelemhez, a Lenergy 2011 év végén alakult azzal a céllal, hogy az ipari klímatechnika és légtechnika területén, valamint energiatakarékos rendszer megoldások területén a legkiemelkedőbb szolgáltatást nyújtsa a partnereinknek. És azért fontos ezt megemlíteni, mert arról beszélünk, hogy védjük a környezetünket, tehát fontosnak tartjuk, hogy átgondolt energiatakarékos rendszerekkel csökkentsük a károsanyag kibocsátást és energiát takarítsunk meg. Így a célunk a magyar természetvédelem és a természetfotózásért tenni akarás. Mindkét kiállítás, ahogy a Lenergy az év természetfotósa pályázat, mind pedig a Varázslatos Magyarország fotópályázat 2 hónapig párhuzamosan tekinthető meg a Természettudományi Múzeumban. És ha már szót ejtünk a Varázslatos Magyarországról, szeretném megemlíteni, hogy milyen erőfeszítéseket tettünk a magyar természetvédelemért és a magyar természetfotózás hírének öregbítéséért. Folyamatosan pályázatokat írunk ki, új weboldallal készülünk. Van a Ma egy fészek, holnap az óceán környezetvédelmi akciónk. Most már a 4. száma fog megjelenni a Varázslatos Magyarország magazinnak, és készítettünk egy dalt, amelynek a célja az volt, hogy felhívjuk a lehető legtöbb ember figyelmét a magyar természetvédelemre, illetve a nemzeti parkjainkra. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától, olvasatlan az üzenet, nem érdekel, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon. És ahogy említettem a nemzeti parkokat, valahol egységesen ez a cél, hogy minél többet látogassuk és mutassuk meg Magyarország kiemelkedő és legszebb természeti adottságait, állatait, élővilágát, tájait, és ezzel próbáljunk meg mindenkinek segíteni abban, hogy nem feltétlenül kell külföldre menni, hogyha csodát szeretnénk látni, itthon is megvan. A világban tomboló vírushelyzet ellenére úgy tűnik, hogy most van legnagyobb szüksége az embereknek, illetve Magyarországnak is a természetvédelemre, természetfotózásra. És azt gondolom, hogy most van itt a pillanat, hogy ezért tegyünk. Kicsit több időnk is van, és mindenki sokkal nyitottabb, ahogy látjuk, mint eddig volt. Szívből gratulálok továbbá a NaturArt szervezőinek, zsűritagoknak, pályázóknak, mindenkinek, aki részt vett ebben a pályázatban, és köszönöm, hogy névadó támogatói lehettünk az év természetfotósa pályázatnak. És kívánom mindenkinek, hogy töretlenül tegyen
magyar természetfotózásért és természetvédelemért, és hasonló sikereket tudjunk bemutatni a világban is, nem csak Magyarországon, mint ahogy eddig tettük. Itt adásban vagyunk. Nagyon köszönöm Péter üzenetét, nem csak üzenetét, támogatását, azt, hogy ő és a Lenergy tulajdonképpen a magyar természetfotózás legnagyobb mecénásai, és elsősorban neki köszönhető az, hogy az utóbbi években ilyen jó eredményeket tudtunk elérni. A következő videóüzenetet az NKM államszolgáltató Kft.-től kértük, akikkel nagyon régi a kapcsolatunk. Tulajdonképpen az NKM az egy környezetért jelentős felelősséget vállaló állami vállalat, amely régóta támogatja egyesületünket. Saját aktív környezet és madárvédelmi tevékenységét pedig a Natura tagok által készített természetfotók által tudja a legjobban bemutatni. Ez a támogatás tehát egy igazi együttműködésen alapul, és a fontos tudni, az NKM nem csak arra figyel, hogy az ügyfeleinek biztonságos és magas szintű energiaszolgáltatást biztosítson, hanem arra is, hogy ezt a madarak számára is biztonságos módon tegye. Mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre több a földkábel, egyre több a madárbarát oszlop, és egyre több a kihelyezett fészekodú. Megkérem, akkor most hallgassuk meg Hörömpő Zoltán projektvezető úr videóüzenetét. Nagy tisztelettel és barátsággal köszöntöm a fotókiállításon megjelent művészeket, rendezőket, vendégeket arról a helyszínről, ahol tavaly még COVID-mentes környezetben tudtuk megtartani ezt a megnyitó ünnepséget. Körülbelül 100 évvel ezelőtt, amikor a világon megjelentek a közgépek, a robbanómotorok, a villamos vezetékek, még senki nem gondolt arra, hogy vajon ezeknek a technikai vívmányoknak van-e az élő világra, a környezetre gyakorolt hatása. Mindenki úgy ítélte meg, hogy ez egy olyan kérdés, amivel nem kell foglalkozni. Mára nagyon-nagyon megváltozott a világ, napjainkban tapasztaljuk, hogy igen, az ember beavatkozott a környezetébe, beavatkozott a természetbe, látjuk azt, hogy megváltoztak az ég, az évszakjaink, látjuk azt, hogy az éghajlatváltozások következtében, és látjuk azt is, hogy olyan madárfajok, olyan növények jelennek meg a területünkön, amik eddig nem voltak őshonosak. Minden felelős vállalat, szervezet, személynek tennivalója van azon a téren, hogy csökkentse a szennyezést, próbálja meg a környezetét megúvni, és legyen azért, hogy a jövő generációnak meg tudjuk őrizni az életterünket. A NKM áramhálózati Kft. Célrendszerében nagyon előkelő helyen van az, hogy megbízható, biztonságos és olcsó energiát biztosítson a fogyasztóknak a 21. század követelményeinek megfelelően. Biztonságos energiaszolgáltatás a madarak számára is biztonságos hálózat. Ez az egyik jelmondata. A villamos energiaipar szereplőként az NKM áramhálózatnak felelőssége van abban, hogy a területünkre kihelyezett műtárgyaink, létesítményeink mennyire is veszélyeztetik a környezetet. Hosszú évek munkája kapcsán ma már madárvédett hálózati technológiát alakítottunk ki, olyan eszközparkkal rendelkezünk, amik a madarak számára is biztonságosak, és törekszünk arra, hogy egyrészt legyen láthatatlan a villamos hálózatunk, másrészt pedig nagyon biztonságos. A kialakult helyzetben nagyon-nagyon fontos a szemléletformálás, az a munka, hogy minden ember
érezze azt a felelősséget, hogy meg kell, hogy őrizze az életteret, és ebben a munkában kitüntetett helyzetben van azoknak embereknek, művészeknek, akik a természetnek egyes csodálatos pillanatait meg tudják örökíteni, és ebben a nézőket, a szemlélőket rá tudják döbbenteni arra, hogy igenis mindenkinek tennivalója van a környezet megoldásában. Gratulálunk a Természetfotó Szövetség művészeinek, akik ebben az évben első, második, harmadik helyezést fognak elérni ezen az idei évre meghirdetett fotóművészeti kiállításon. Köszönöm szépen Hölm Púlnak az üzenetét. És akkor megkérem a CEVE képviselőjét, Ablonci László urat, hogy mondja el ő a CEVE üzenetét. Nagy örömünkre a CEVE fő támogatóként szállt be az idei pályázatba, és tulajdonképpen minden nyertes a CEVE-nek köszönheti majd a díjakat. Kérem, akkor játsszuk be Laci videó üzenetét. Jó napot kívánok, szervusztok! Ablonci László vagyok, a CEVE Magyarország Kft. Értékesítés és marketing vezetője. Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, még hogyha ilyen rendhagyó módon is egy videóban tudok csak köszöntőt mondani. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! A CEVE Európa legnagyobb fotókidolgozó és fotókönyv készítő cége, és évek óta kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fotográfiát, mint a kultúrának a részét, azt a lehető legtöbb eszközzel támogatni tudjuk. Éppen ezért örültünk nagyon ennek a felkérésnek, hogy itt lehetünk veletek, és tudunk ebben a fotópályázatban támogatóként részt venni. Ebben a rohanó világban és a mindennapokban nagyon nehéz észrevenni a fontos dolgokat, és meglátni azokat az értékeket, amik körülvesznek minket. Talán a fotográfia az egyetlen, ami képes arra, hogy ezeket a dolgokat megállítsa egy pillanatra, és a figyelmet is felhívja rájuk. A természetfotózás különösen fontos a CEVE részére, és a CEVE számára. Ha megnézem az elmúlt évek pályázatait, amit akár szerveztünk, akár támogattunk, akkor látszik az, hogy a természetfotók mindig kiemelt helyen végeztek, mindig a dobogó legmagasabb fokaira kerültek fel. Egyébként számomra is nagyon fontosak a természetfotók. Itt van mögöttem egy nagyon szép tulipáncsokor, hogyha falra néztek, ezt a feleségemmel készítettük, és évek óta itt díszíti a falunkat. Sok sikert kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, Laci kedves szavait! És akkor menjünk tovább a prezentációba. Évek óta nagy támogatója a természetfotós pályázatunknak a Unique-ból. Azt hiszem, hogy ezt a céget igazán nem kell bemutatnom nektek. Felkérem Kálmán Balázs fejlesztőt, ügyvezetőt, hogy mondjon néhány szót a díjakról, és persze a Unique-ból is. Sok szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik követik az év természetfotós a fotópályázat rendhagyó díjátadóját. Gratulálok minden kiállítónak, és köszönöm a támogatók kitartását, ami lehetővé teszi évente a sikeres hagyományaink megőrzését. Cégünk a Unique-ból Kft. 8 éve támogatója a napulatnak, illetve a pályázatnak és a kiállítás folyamnak. Az általunk felajánlott tárgynyeremények mára-már a világpiacon bizonyítottak, rangos szakmai díjakkal elismert termékek, így például 2015-ben a vízszintezhető gömbfejünk, majd 2019-ben a vízszintezővel ellátott professzionális karbonálványunk nyert el a Fototechnikai Lapok Világszövetsége tipadíjait. Idén egy új díjat alapítottunk, ami a világjáró külön díj. Ezt a szakmai zsűri adja ki olyan tájfotónak, ami vagy nagyon magas hegyekben, vagy távoli földrészen készült.
Itt kiemelt szerepe van egy könnyű, kompakt, sokoldalú stabil állványnak, ami nem kolonc, hanem segítség a fotózáshoz. Díjunk egy világpremiér előtt álló, világújdonságot jelentő új konstrukciójú, szabadalmaszorod, hibrid gömbfejjel ellátott, vízszintezős, kompakt, Unipod karbonálvány kit. Továbbá, hagyományosan díjfelajánlói vagyunk a Natura dr. Tildi Zoltán külön díjának, ami egy professzionális, vízszintezős Unipod karbonálvány, ami jelenleg a legfejlettebb állványcsalád a piacon. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal természetfotósok támogatására, így az ifjúsági kategóriában mi választjuk ki azt a díjazott fotót, ami leginkább megfelel a saját értékítéletünknek. Ebben az évben is nagyon jó kezekbe kerül a multifunkciós Unipod gömbfej, és bízunk abban, hogy a díjazott évtizedeken keresztül elégedett felhasználó marad. Mivel termékfejlesztésünk folyamatos, így bizonyosak lehettek abban, hogy tartogatunk olyan új megoldásokat, amik a következő években viszontláthattak lesznek majd a díjazások alkalmával. A hazai természetfotósoknak kívánjuk a mielőbbi viszontlátást, annak a reményében, hogy a jelenlegi korlátozások után minél hamarabb eljön az ideje annak, hogy megrendezhessük hagyományos rendezvényeinket, kiállításainkat és természetfotós fesztiváljainkat. Addig is jó egészséget, szép fényeket kívánok! Ismételten gratulálok a 2020-as pályázaton sikeresen szereplő kiállítóknak és a díjazottaknak. Nagyon köszönöm Balázs üzenetét, és nagy izgalommal várjuk a következő Unipodból újdonságokat. Nagyon köszönjük azt, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum már több mint 15 éve helyet ad a kiállításunknak. Most is nagyon szép a kiállítás, mindenkit bátorítok arra, hogy nézze meg december 30-áig nyitva tartó kiállításunkat. És akkor menjünk tovább, nézzük, hogy kik a többi támogatók. Ugye az, hogy a kiállításon olyan gyönyörű képek vannak, az a Canon Magyarországnak köszönhető. Tényleg fantasztikusak lettek az idei nyomatok. Köszönjük a 220 voltnak a több nagy díj felajánlását, a CEV-nek a rengeteg díj felajánlását, az NKM hálózat ZRT-nek, a Pigmentának, a Leitz Hungáriának, a Unipodnak, és a többi támogatóknak, a Artworknek, a Reci Bócnak, az Effektornak, a Shakertoothnak, a Fotoclicknek, a Taxinknek, a Hyde Photography-nek, a Természetbúvának, a Magyar Fotoművészek Szövetségének, a Természetvilágának, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, a Magyar Madártani Egyesületnek és a Magyar Természettudományi Társulatnak a támogatását. És hát nagyon köszönjük természetesen az Alexandra Kianó nem szűnő támogatását. A kiállításon szereplő valamennyi kép benne van az Év Természetfotói 2020 című kiadványban, amelyből minden kiállító művész kap egy példányt, melyet a személyazonosság igazolása mellett a Természettudományi Múzeumban az információs pultnál lehet átvenni december 30-áig. És nem sokára kiderül az is, hogy mi van a címlapon. Ugye a mai díjátadó eseménynek a forgatókönyve ezek után, hogy egyrészt bemutatjuk majd a slideshow-t, ami a díjnyertes képekből készült, utána a 14 kategóriában kiosztjuk a harmadik, második, első díjakat, majd a külön díjakat, utána pedig a fődíjakat. Mindjárt elmondom, mik lesznek a harmadik, második és első díjak, valamint a külön díjak, és hát a végső győztes természetesen Kis Jenő szegedi szobrászművész alkotását kapja. Minden kategória győztes kap a CEV-től egy 100.000 forint értékű utalványt, amelynek fejében fotókönyvet nyomtathat ki mondjuk 5 példányban, de ezen kívül a CEV abban is segít, hogy szerkesztői segítséget ad a képnek,
valamint ha igényt tartotok rá, akkor kiadóként is fellép, és ISBN számot szerez a kiadványa, ami azt jelenti, hogy bármikor, bármennyi példányban után nyomható. A második helyezettek 50 ezer forint értékben választhatnak szeve a fotókönyvet alkotásaikból, a harmadik helyezettek pedig 25 ezer forint értékben szeve fali dekorációt, azaz néhány képet szép nagyba kinyomtathatnak majd. Ugye az év természet fotósa cím odaítélésének a részletei. Ugye, hát nem olvasom, olvassátok el. Ugyanez volt a szabály már tavaly is, és jól működött. A zsűri tagjai, dr. Kalotás Zsolt, a zsűri elnöke, Bánkuti András, fotóművész, a Digitális Fotomagazin főszerkesztője, Pulitzer emlékdíjas fotóriporter, Heltai Csaba, National Geographic Magyarország korábbi művészeti vezetője, Kőműves Kata, természetfotós, a FIAP fotóművész, a Naturalt elnökségének tagja, Novák László, az év természetfotósa 95-ben, 97-ben, 2000-ben, Selmeci Dániel, az év természetfotósa 2014-ben és 2016-ban van, valamint Suhajda László, ismert természetfotós. Most megkérem, hogy játsszuk be dr. Kalotás Zsoltnak, a zsűri elnökének üzenetét. Tisztelettel üdvözlök mindenkit a képernyő előtt, itt távolból is. A természetfotósokat, a természetet kedvelőket, és különösen a pályázókat, akik lehetővé tették, hogy ezt a pályázatot valóban sikeresen rendezzük meg. Az idei év minden tekintetben különbözött az előző évek gyakorlatától. A koronavírus járvány ebbe is bezavart. Nem volt lehetőségük arra, hogy a zsűrizést együtt tartsuk meg, így a technikai háttér biztosításával, amely egyébként a Naturalt fejlesztése volt, sikerült mégis lebonyolítani a zsűrizést. Zsűritársaim és magam nevén is azt hiszem, hogy egy nagyon színvonalas anyag került a nézők elé. Különösen érdekes az, hogy mindig újabb és újabb nevek tűnnek föl, akik kiváló képeket ki tudnak készíteni. Nem hiszem, hogy ebben a idei pályázaton lett volna lukas kategória, szinte mindegyik pályázaton magas színvonalú képanyag érkezett be. Úgy tűnik, hogy a képek elkészítését, hál' Istennek, a vírus nem befolyásolta, sőt, a jobban is azt tudom tanácsolni minden potenciális pályázónak és természetfotósnak, hogy menjen nyugodtan ki a természetben, mert a legbiztonságosabb helyszín ez, ott biztosan nem fog találkozni semmiféle járványos beszéljen. Ami nagyon furcsa volt még az, hogy amellett, hogy nagyon sokan pályáztak az idei természetfotós pályázatra, nagyon-nagyon sok új névvel találkoztunk, ami számunkra nagyon örvendetes. Miután a digitális technika lehetővé teszi azt, hogy most már akár mobiltelefonon is lehet fotózni, így hihetetlen mértékben megnőtt a természetfotósok száma világszerte, így Magyarországon is. Sokszor kérdezik tőlem, hogy végülis hány természetfotós van Magyarországon, és erre csak azt tudom mondani, hogy hát annyi, akinek lehetősége van arra, hogy a technikai hátterével, akár egy telefonnal is tudjon természetfotókat készíteni. Önmagában a természetfotózás Magyarországon a fotózás, a fotoművészet sikerágazatának nevezhető, és nagyon remélem, hogy ez az idei kiállítás is, hogy majd hamarosan meg fognak tudni nézni előbb távolról az internet segítségével, de egyébként a Magyar Természettudományi Múzeumban személyesen is meg fogja erősíteni ezt a gondolatomat. Azt kívánom önöknek, hogy felejtsék el ezt az évet nehézségeikkel, minden egyébben együtt, legyen megint új évkezdet, ami már nem ennyire korlátozott. Bár hozzáteszem azt is, hogy
ennek is azért vannak bizonyos előnyei. Megnőtt az emberek felelősségvállalása egymás iránt, és mindenképpen nyert rajta a természet egy keveset, mert a szennyezőanyag kibocsátás az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. Ez a kis lélegzetvételi szünet talán elegendő arra, hogy újabb és újabb lehetőségek táruljanak a természetfotónak előtt is. Sok sikert kívánok Önöknek, találkozunk jövőre a következő pályázaton. Köszönöm. Köszönöm szépen Zsolt üzenetét és elgondolkodtató szavait, és most akkor lássuk a döntőbe, illetve a falakra került 111 képből készült slideshow-t.
fantasztikus képanyag, azt hiszem egyetértetek ebben velem, és biztos, hogy fogunk ezekkel a képekkel találkozni nagy természetfotós pályázatokon. A továbbiakban, sőt, vannak már olyan képek, amik már sikereket adtak nemzetközi szintéren is. Menjünk tovább. Kezdődik ugye akkor az egyes számú kategóriának az eredményhirdetése. A zsűri ezeket a képeket választotta be a döntőbe. Ezek közül harmadik díjat, az egy 25 000 forintos CEVE fali dekoráció utalvány nyert Szabó Csaba Kulissza című képe. Második helyezést ért el Radisics Milán Élc piac című képe. És a kategória első helyezett képe pedig Gergely József Füstös Varjú című képe. Most kérdezem a Zoom szobába, hogy a Gergely Jóska megérkezette már. Valakitől kérek visszajelzést, mondjuk Dahányi Zsoltól. Nem, sajnos akkor Jóskának nem tudunk Jóskával beszélni. Minden esetre akkor az ő díja egy 100 000 forint értékű CEVE könyvutalvány kiadás. Következő kategóriánk a madarak viselkedése. Mindig ez a legnépszerűbb kategória, ide érkezik a legtöbb kép. Így aztán itt a zsűrinek tényleg nehéz dolga van. Ezek a képek jutottak be a döntőbe. Nézzük. Kategória harmadik helyezettje 25 000 forintos CEVE fali dekoráció utalványát Pézsa Sarolta Hal csata című mozgalmas képe. Második díjat nyert Esteban Sánchez Légi csata című képe. Ugye ő kapja az 50 000 forintos CEVE könyvutalványt. Első díjat nyert Hantai Péter utolsó esély című képe. Gratulálunk. Kérdezem Pétert, ugye itt vagy a vonalban. Péter? Most jó? Most jó, igen. Igen. Na, mesélj egy kicsit a képről, hol készítetted? Hát Tiszaalpáron készült. Aha. Ez a gyönyörű tündérfátyolos, ez ott van Tiszaalpár mellett a nagy tavon. Ide van egy les kihelyezve, ami az egyik kedvencem közé tartozik. Aha. Valami hihetetlen, ahogy ez a virágzó tündérfátyolba akár egy sima tőkés réce is már meg olyan kompozíciót tud létrehozni, hogy a kedvenc, de itt aránylag sok a sejemgém, és ők meg nagyon sok békát tudnak itt. Tehát nem, mert a halatfogó sejemgémet már láttunk ezred, de valahogy így, ahogy a békát beforgatják, ez is, tehát ez nem az elkapás pillanat, hanem ez már, ahogy gyakorlatilag tényleg egy utolsó esélye volt, mert innentől már menetirányba befordította, és elbocsúztunk a kis békát. És elnyelődött a béka. Igen, igen. Nagyon, úgy látszik, nagyon közel vagy a vízfelszínhez, hasaltál? Teljes mértékben. Körülbelül 5 centire van a vízfelszín. Ja, már látod, meg is van az eredménye. Gratulálunk, nagyszerű a kép. Köszönöm. És majd küldjük akkor a nyereményt. Köszönöm szépen. Mehetünk akkor tovább. Következő kategória, ugye emlősök viselkedése, bocsánat. A zsűri ezeket a képeket választotta ki. A nagyszerű a kép. Köszönöm, majd küldjük akkor a nyereményt. Köszönöm szépen. A harmadik díjat nyert Kai Kolodziej Hörcsök Stráda, Hamster Highway. Ugye ez itt a 25 000 forintos CEVE utalvány. Hogya István nyerte a második díjat Ének az esőben című fantasztikus képével. Ugye 50 000 forintos CEVE utalvány.
és első díjat nyert Berendi Tibor Siesta című képe. Tibor, itt vagy velünk? Mintha láttam volna Tibor, nem? Nem, sajnos akkor nincs itt, nem tudjuk megkérdezni. Mindenesetre gratulálunk, nagyon szellemes kép. Menjünk tovább. Következő kategória állatok viselkedése. Ugye itt aztán mindenféle állatot lehetett megfigyelni, fotózni. Ezek a döntőbe került képek, mindegyik nagyon erős. Harmadik díjat nyert Hans Judit Hello Lányok című képe. Második díjat nyert Előd László Pontyok című képe. Gratulálunk, Laci. Nagyon szép kép. Vége édes víz alatti kép. És első díjat nyert Botos Éva a kiugró formában című képe. Gratulálunk. Mindjárt meg is kérdezzük Évát, hogy hol csinált ezt a jó kis képet. Köszönöm szépen. A Tiszatón egy öblítő csatornán készült a tiszavirágzás jelenségéről. Bár a tiszavirág nem látszik, de tulajdonképpen a képen egy ugró balint láthatunk, ami egy tiszavirágot próbált volna elkapni, de nem sikerült neki, pont elsodolta. De és áruld már, hogy lehet vízből kiugó halóléles képet készíteni? Szerintem ez mindenki erre kíváncsi, aki nézi ezt a közvetítést. Hát tulajdonképpen a kérészen kell lenni az élességnek, tehát manuál fókusszal egyébként. Manuál fókusszal, még a kezdetekben egy Tair 300-assal próbáltam, és egy nézszámvegyű Canon vázzal megfotózni ezt a jelenséget. Uh-huh. Most már ugye egy picit jobb minőségben, de még mindig manuál fókusszal. Persze, hát, aha. De ez fantasztikusan éles, mert ez gyönyörű ez a kép. Gratulálunk. Legközelebb a kérész is a szájában lesz. Hát majd legközelebb. Jó, nagyon-nagyon köszönjük, és gratulálunk, és akkor a díjad a 100 000 forintos CEVE utalmány, amit majd elküldünk, és akkor tudsz konzultálni a CEVE-sekkel, hogy hogyan szeretnéd felhasználni. Rendben, köszönöm. Menjünk tovább. Állatok és környezetük. Itt is nagyon jó képek vannak a döntőben. Nem egyszerű közülük a választás, de minden esetre a harmadik díjat nyert Potyó Imre a Bolharák Univerzuma című csodálatos képe. Második díjat nyert Alicki Manó Hajnali Gyülekezet című képe. És első díjat nyert Potyó Imre a Gyepi Béka Birodalma című fantasztikus alkotása. Imi, mondjál néhány szót erről a képről. Hogyan készült? Szeretettel üdvözlök minden kedves természetfotós, természetrajongót. Ez a kép a Börzsönybe készült, hol máshol, tehát nagyon sokat vagyok kint a Börzsöny patakföldjekben, és ezt tavasszal fotóztam még márciusban, amikor is hihetetlen sok csapadék volt, tehát elképesztő sok eső hullott, és az egész Börzsöny egy vízfolyássá változott, illetve a kisebb-nagyobb mérések megteltek vízzel. És ezt használták ki az erdélybékák, meg a gyepibékák, tehát lepetéztek. És észrevettem, hogy alkonyatban hihetetlen szépen tükröződik a háttér, tehát turista utaktól távol találtuk ezt a kis vízállást, és akkor a petecsomókat elkezdtem fotózni a tükröződő fákkal a kék órában. Kis zseblámpás világítással, majd egyszer csak hallottam, hogy brummog a gyepibéka is, tehát ez nagyon ritka békafaj, azt hittem csak erdélybékák vannak a kis tócsában. Fotózgattam, és megjelent a feje, elkezdett kiemelkedni a mélyből. És akkor gyorsan átálltam, kicsit átállítottam a kompozíciót a békára, megvakúztam egy ilyen zoomolt villanással a béka fejét, majd készült tovább a kép, és enyhe kis lámpával megvilágítottam a két petecsomót. Aztán persze tükröződött is a háttér. Tehát elég komplex kép volt, olyan három fotó lett így éles, aztán eltűnt a béka, megijedt. De hát ez minden esetre így fantasztikusan összejött. És akkor ez egy kép, tehát ez nem egy multi-expo, hanem egy kép, csak különböző világítások vannak. Igaz, a 8 másodperces expozíció elején egy vakuvillanás, aztán egy kis zseblámpás fényfestés a petecsomókra. Jó, köszönjük szépen. Akkor a te díjad is a 100 000 forintos CEVE utalmány. Reméljük, hamarosan könyvben is viszont látjuk majd ezeket a képeket.
Menjünk tovább a hatodik kategóriára. Kategória címe állatok szemtől szemben. Hát itt is csodálatos képek érkeztek a kategóriába, és a döntőbe is tényleg nagyszerű képek jutottak. Harmadik díjat nyert Szabó Irma Hambekaplak című, nagyon szép, nagyon szellemes című képe. Második díjat nyert Daóczi Csaba a Buborék című gyönyörű kompozíciója. És első díjat nyert Marhart Pál Fekete című alkotása. Pali, itt vagy velünk, mondjál néhány szót a képről, gratulálunk, igen, tapsolunk. Hát köszönöm szépen, nem is értem. Hát ebben az érdekes, hogy tulajdonképpen a fekete rigó az egy olyan madár, ami hozzánk borzasztó közel él, tehát szinte bárhol készülhetett volna a kép. Az egy külön érdekessége egyébként, hogy az előbb elhangzott már Tisza Alpár, és az a fotó is Tisza Alpáron készült. Igazából csodálatos a világítás. Tengertesek? Csodálatos a világítása ezen a képen. Tengericeket szerettem volna igazából fényképezni, és aztán menet közben jutott eszembe, hogy hát úgy városi emberként ez a... Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon gyakran átnézünk azok fölött, az állatok fölött, amelyek ennyire közel élnek hozzánk, mint annyira természetesnek vesszük az ilyet, mint a fekete rigó. És akkor ott végül is átálltam, bejött néhány fekete rigó, és akkor rájelkeztem fekete rigókat fényképezni. Ennyi a sztori. Gyönyörű a fény ezen a képen. De nem tudom, láttad, de Daóczi Csabának van egy hasonló képe, az még feketébb. Az igen, láttam most a díjat. A Wildlife Photographer of the Year pályázaton falra került, szem egyetlen magyar képként. Úgyhogy nagyon szép ez a kép, tényleg gratulálunk hozzá, és további sok sikert kívánunk. Köszönöm. Majd akkor küldjük a 100.000 forintos CEVE utalványt. Köszönöm. Jó, menjünk tovább a következő kategóriára. A hetedik kategória, növények és gombák. Itt is egyre érdekesebb és szebb képek jönnek ebbe a kategóriába. Harmadik díjat nyert Fát Ádám, Évszakok találkozása című képe. Második díjat nyert Litauszki Tibor, Vackolok a Zimankóban című képe. Nagyon szép kép. És a kategória első díját nyerte Jantyik Tibor, Óriások között című képe. Tibor, ugye itt vagy velünk? Tibor? Most hallatok? Most hallunk, igen. Na, gratulálunk, fantasztikus kép. Áruld el, hogy csináltad. Köszönöm szépen, hát a kép ugye Békés Csaba postereken készült, gombászok egyik kedvenc helye. Én is szeretem, csak én inkább az apró gombákat szoktam vadászni. Elég sok olyan korhattőnk van, ahol a szél ilyen egész pici apró gombák telepednek meg. És ugye volt ezelőtt jó pár évvel a trioplán mizéria. Nézegettem, figyelgettem, de nem jött be annyira, viszont van egy nagyon olcsó alternatívája. Valaki ismeri a Pentagonnak a régi diavetítőit, és benne levő Meyer Optik Görlitz diaplán nevű kis optikát, ez azzal készült, és egy Canon 5D-vel, egy alsó nézőpontból, én azt gondolom, hogy teljesen különleges szint, különleges háttereget tud varázsolni. A barátaimmal is azt fogjuk, hogyha nincs háttér, akkor nincs kép. Itt ez egy tényleg egy szerencsés jó együttállás volt, ugye múlt Explorer Social Med az 5D esetében, viszont az, hogy a gombák ilyen szépen nőttek előtte, mögötte, mellette, ez egy nagy szerencse is volt, meg az, hogy a fények és a háttérben a sűrűben, mert ez egy sűrű, ritkás, erdős rész, sok mindenki lehet hozzá, de elsődlegesen az, hogy ott legyen kint az ember a területen. Igen, ugye amikor először meglátta a zsűri a képet, azt gondoltuk, hogy multi expo, de aztán ezt sikerült tisztázni, és így aztán végül is a kép tényleg megérdemelten elnyerte a kategória első díját. Gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. Jó, menjünk tovább. Következő kategória, kompozíció, forma és kísérletezés. Ugye ezen a pályázaton ez az a kategória, ahol minden szabad, ellentétben a többi kategóriával. Hát nagyon-nagyon érdekes képek jöttek.
a kategória harmadik díját, és így a CEVE 25 000 forintos utalványát dr. Nagy Edit, El Dorado című csodálatos alkotása nyerte. Második díjat nyert Lang Nándor Mantis című képe. Nagyon-nagyon érdekes. És a kategória első helyezettje Török János Bivajok című képe. János sajnos nincsen velünk, ő egy aktív fotóriporter, és pont most egy külső helyszínen fotózik, de mindenkinek üdvözletét küldi. Ő nem tudja, hogy miért kerestük, de majd utólag megtudja és megkapja az utalmányt megérdemelten. Azt hiszem nagyon érdekes ez a kép, tényleg. Következő kategória, tájak. Hát ez a klasszikus természetfotós pályázat kategória. Itt azért nehéz újat mutatni, de azt hiszem, hogy néhányatoknak sikerült. A kategóriában a harmadik díjat nyert Rácz Péter Sámán Szikla és a Tejút című alkotása. Második díjat nyert Radisics Milán, az Erdő Szeme című nagyszerű képe. És a kategória első díját nyerte Németh Tamás Homokdűne Hold nyugtával. Tamás, itt vagy velünk? Igen, itt vagyok, szervusztok. Gratulálunk. Hát csodálatos kép. Mesélj róla valamit. Köszönöm szépen. 2019-ben volt lehetőségem Kaliforniában egy 3 hetet tájképfotózásra eltölteni. Természetesen ez sok előkészületet igényelt. Már korábban elképzeltem magam egy hasonló témájú képet, ahol a hold, pontosabban ahol a homokdűnék ilyen es formában nyomon követhetőek, és kerestem mindenféle információt, hogy hol tudok ilyen képet készíteni. Majd először a Mojave másik részén kísérleteztem, de akkor nem volt szerencsém, túl nagy szél nem adott lehetőséget arra, hogy értelmes képet tudjak készíteni. Majd néhány napot a Death Valley Nemzeti Parkban töltöttem, és ott második alkalomra sikerült egy olyan kompozíciót találnom, ami megfelelt a előre elképzelt képeknek, és hát szerencsém volt a holddal, hogy akkor pont teli hold volt, és pont a megfelelő irányban. Jól kiválasztottad a kompozíciót. Melyik, hány órakor készült kb. Ez a kép a napon belül? Hát ez napkelte környéke, tehát az ott ugye kb. 6 óra környéke. Ez már, igazság szerint ez már a napkelte egy későbbi fázisában készült. Ezelőtt tulajdonképpen ugyanerről a pontról 180 fokkal elfordulva a nap irányába készítettem szilulettes képeket, majd amikor a hold már eléggé leereszkedett, akkor volt alkalmam arra, hogy ebből az irányból megfotózzam. Nagyon szép, és hát fantasztikus a technika, ha jól tudom, ez 100 megapixeles géppel készült ez a kép. Igen, hát igen, a munkámnak köszönhetően alkalmam nyílik arra, hogy ilyen kiváló minőségű fényképezőgépeket kölcsönöznek. Ugye én a Phase One-nál, a Capture One kép kidolgozó alkalmazás fejlesztésvel foglalkozom. És hát ez alatt az idő alatt is egy ilyen szerkezettel egy 100 megapixeles középformát. Látszik a képen, csodálatos részletek vannak benne. Hát csak gratulálni tudunk, és köszönjük szépen, és várunk a további pályázatokon is, és akkor a 100 000 forintos CEVE utalvány pedig majd megy a címedre, jó? Köszönjük szépen! 10. kategória, élet a vízfelszín alatt. Ez mindig hagyományosan erős, érdekes módon Magyarországon ez a kategória. Idén is nagyon klassz képek érkeztek. Magyar búvárfotósok tényleg a világ élvonalába tartoznak. Harmadik díjat nyert ifjabb Lőinc Ferenc tátott szájú fűrészes sügér című tökéletes izzadti képe, azt kell, hogy mondjam. Második díjat nyert Kai Kolodzei Vitruvian Fog, azaz Üveg Béka című nagyon érdekes alkotása.
És hát a kategória első díját ebben a nehéz versenyben Előd László Pöröly című képe nyerte. Laci, gratulálunk! Köszönöm. Kérem, hogy mondjál néhány szót erről a képről. Ugye Robert Kapa azt mondta állítólag, hogy ha nem jó a képed, akkor nem voltál elég közel. Hát én szerintem ez egy baromi jó kép, és te nagyon közel lehettél. Igen, hát mindig irigylem a szárazföldi fotósokat, hogy tudtok teleobjektívvel fotózni. Mi nem tudunk ilyet a víz alatt. Tehát ahhoz, hogy ez a cápás kép elkészüljön, ez ilyen 50-60 centire kell menni. És ez nem egy egyszerű feladat, főleg, hogy ezek a pöröly cápák általában ilyen 40 méter és inkább alatta tanyáznak. Itt is az volt, hogy egy ilyen 50 fős pöröly-cápa csapatot láttunk meg lent 50-en, elmentünk 40-re, és akkor elkezdtük egy kicsit így fölfelé húzni őket, tehát mi is elkezdtünk fölfelé húzni, és akkor jöttek ők is följebb, és mindig volt egy-két pöröly, akik egy kicsit így körül akartak nézni, és azok elváltak a csapattól, és azok még egy kicsit magasabbra húztak. És hát ezt próbáltam kihasználni, hogy olyankor közel kerülni hozzájuk. Sajnos egyébként ők elég félénk élőlények, tehát nem az a probléma, hogy meg akar enni ez a pöröly-cápa, hanem inkább az, hogy tart az embertől. Tehát nagyon nehéz ilyen közel jönni, megvakúzni őket, elkapni. Úgyhogy hát 6 merülésem ment rá. Mindig ott voltak, ez egy nagyon szerencsés két nap volt, de egyszer tudtam ennyire közel kerülni hozzájuk. Hát, csodálatos kép, ha majd valakinek elmesélem, hogy vannak nálunk búvár fotósok, akik abban lelik örömüket, hogy 50 pöröly-cápát csalogatnak maguk után minél sekélyebb vízbe, az elég furcsa fognak rámézni. És egyébként hány méteres ez konkrétan ez az állat? 2 méteres. Nem beszélek. Hát elég az, köszönöm, úgyhogy gratulálunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és akkor majd megy a CEV-nek a 100.000 forintos díja. Következő kategória, napnyugtától napkeltéig, ez mindig nagyon izgalmas kategória, különösen a digitális fotózás korában. Azt még nem mondtam, de az idei pályázatra már egyáltalán nem érkezett analóg kép, csak digitális. Úgyhogy nézzük, hogy a magas izóknak köszönhetően mit alkottak a versenyzők. Nagyon szép képek kerültek a döntőbe. A harmadik díjat nyert Török János Kuvik 2 csapás című érdekes kompozíciója. Második díjat nyert Potyó Imre Zöld kanyar című képe. És első díjat nyert Horváth Zsolt Együttállás című képe. Zsolt, itt vagy? Horváth Zsolt, itt vagy a Zoom szobába? De sajnálom, Zsolt nincs itt. Nagyon sajnálom, nagyon, nagyon szép ez a kép. A zsűri többször megnézte alaposan, hogy ez nem valamiféle photoshopos tükke, de nem, ez 3 muflon áll pontosan így, tökéletesen, szimmetrikusan. Úgyhogy ez lett a kategória győztes képe. Következő kategóriánk, ugye 12-es kategória, fekete-fehér természetfotó. Ezek a képek kerültek be a döntőbe. És akkor nézzük, ki nyerte a harmadik díjat. A harmadik díjat nyert Ceglédi Ádám, Őz vágta című képe. Második díjat nyert Tököi Csaba, Nyugalom című képe. És a fekete-fehér kategória első helyezett képe, Berényi Zsolt, Trónok harca. Zsolt, itt vagy velünk? Sziasztok, igen, itt vagyok. Gratulálunk, nagyon szép kép. Hol készült, mikor készült? Ez a Hortobágyon készült, egy ilyen rétisaslásból. Uh-huh. És hát egy elég mátrista nap volt, ugye rengeteg friss hó leesett, az meg ugye tavaly télen viszonylag ritkán fordult elő, viszont annyiból viszont pekünk volt, hogy a köd az egyfolytában ment előre-hátra, és emiatt nem volt lehetőségünk mindig madarakat fényképezni. És hát egy ilyen szerencsés együttállás volt az, hogy egy ilyen távoli fát kinézve
ugye a köthatár az úgy mozgott, hogy még ez a fa, ez látszott tisztán, élesen kivehető volt, a mögötte levő fasor az meg az iné, hogy homályba veszett, és tetszett ez a kompozíció, és ugye jó lett volna, hogyha esetleg ott valami mozgás is van, a sasok is berepülnek, úgyhogy elég sokat figyeltem, és akkor pont egy ilyen érdekes pillanatot sikerült elkapni. Egyik már ott volt, és akkor a másik kinézte magának ugyanazt a helyet, és elkergették egymást. Hát szerencséd volt, de nagyon szép a kép, úgyhogy gratulálunk. Köszönöm szépen. Majd küldjük a CEBE utalványt. Köszönöm. Következő kategória, ugye 13-as, a fenntartható energiatermelés és a természet kapcsolata. A kategória külön támogatója a Lenergy Magyarország. Kategóriában harmadik díjat nyert Radisics Milán naperőmű, amely éjjel-nappal termeli az áramot című. Nagyon szép képe, nagyon jó kompozíció, gratulálok. Második díjat nyert Kerekes István kompozíció szélturbinával és néhány madárral. És a kategória első díját nyerte Radisics Milán szélerőmű farm az El Romanar hegyen. Milán, mondjál néhány szót, hol van ez? Hogy fedezted fel, mikor készült? Nagyon jó a kérdés sorrend, és egyébként előbb köszöntöm a nézőket, meg a jelenlévőket. Ez a kép Spanyolországban készült, központi részében Madridtól délre, egy picit Toledo megyében, és egyébként egy nagy síkság van, és én ott a mezőgazdasági földeknek a formáit kerestem, és műholdon néztem ki a képet, és feltűnt az, hogy a rengeteg olivafa ültetvény között van egy ilyen kis zöld folt, és oda mentem megnézni, de úgy ütemeztem, hogy ez naplemente idejében legyen, és ez a felvétel egy próbafelvétel után készült, miután megvártam, hogy a nap már megérintse a horizontot, úgyhogy onnan ilyen sejtelmes megvilágítása a képnek, mert a nap már félig a horizonton volt, és félig meg már ez a decemberi hideg fény egy picit tükröződött az égen. És egyébként szimbólumként is tekintek erre a képre, mert január 31-én készült az utolsó naplemente sugaréban, tehát ez a 2018-ban készült utolsó képkockám, és mivel azt látjuk a képen, hogy a tájnak minden egyes centiméterre be van ültetve, és az, ami zöld maradt, a hegycsúcsa, az meg egy megújuló energia, tehát az egész tájat az ember uralja, ezt én valahogy egy ilyen újévi üzenetnek is tekintem, hogy itt az ideje, hogy egy picit a jelenlétünket a bolygón átgondoljuk, és hogy szembenézzünk azzal, hogy minden centi be van ültetve, illetve hogy hogyan tudjuk használni a jövőben a Földnek az energiáit saját hasznosításra. Nagyon, nagyon szép kép lett, és nagyon-nagyon jó időpillanatban tényleg gratulálunk. Úgyhogy majd postázzuk akkor a CEBE utalványt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Ugye lezajlott a 13 felnőtt kategória. Nem tudom, néhányatoknak talán feltűnt, hogy a 13 kategóriát 13 különböző ember nyerte. Ezt csak jelzem, hogy az év természetfotósa fődíj odaítélésnél ennek azért lesz jelentősége. Menjünk tovább, következik az ifjúsági kategória. Itt is nagyon erős volt a mezőny. Gratulálunk minden ifjú pályázónak. Nézzük a helyezetteket. Harmadik díjat nyert Szőcs Mátyás tömegvonzás című képe. Nagyon érdekes kép. Második díjat nyert Koncz Bisztric Tamás Ürge a tavaszi havazásban című különleges pillanatot ábrázoló képe. És a kategória első díját nyerte, és a CEVE utalmányon kívül a 220 voltnak 100 000 forintos vásárlási utalványát, Strehánszki Lili, apró részletek című képe. Gratulálunk, Lili, mondjál néhány szót erről a nagyon klassz képről. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök én is mindenkit. A kép a Börzsöny egyik bányájában készült, február utolsó éjszakáján.
Nagy szerencsém volt igazából, mert ott, ahol ez a kispatkós denevér lógott, pont volt egy bemélyedés a bányafalban, ahová be tudtam helyezni az elemlámpámat, ugye az állat mögé, és így tudtam ellenfényesen megfotózni, így sikerült kiemelni ezeket a gyönyörű apró részleteket, a vékony hajszálereket, és a lábain lévő ugye apró szőrszálakat. Meg hát azért is nagy szerencséd volt, mert volt egy jó vezetőd, nem? Így van, igen. Pogyó Imre segítségével juthattam be ebbe az egyébként látogatókerül lezárt bányába. Úgyhogy ezúttal is köszönöm neki. És ha valaki esetleg nem tudná, Lili szerényen nem említette, de ezzel a képpel megnyerte a GDT idén az ifjúsági kategóriát, úgyhogy az év ifjú természetfotósa a GDT pályázaton Lili lett ezzel a képpel, ami egy óriási siker, úgyhogy ezért nagyon gratulálunk. Köszönöm szépen! Na, akkor ezek voltak a kategóriák, akkor nézzük a külön díjakat. A Magyarországon készült legszebb természetfotó külön díját a Lenergy Magyarország ajánlotta fel. A győztes kép Török János Kuvik két csapás című képe. Következő külön díj a Magyar Fotóművészek Szövetségének 50 000 forint értékű külön díja. Kai Kolodzej az Üvegbéka című különleges hangulatú képe. Gratulálunk! Következő külön díj a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület külön díja, melynek nyertese Baros Gábor, Titánok harca című képe. A Magyar Természettudományi Társulat külön díja, Hantai Péter, SejemG-ből készült nagyszerű képe. Köszönöm. Következő külön díj a Pigmenta Art Print Lab képe, ami egy keretezett kép, glissé műtárgy minőségben, Hanne Müller félmat barit papírra készül, a mérete 110x80 cm. A nyertes kép Márki Levente Dideregve című nagyszerű képe, amihez gratulálunk. Én már láttam a képet, ebben a minőségben kinyomtatva ez fantasztikus, ez egy valódi műtárgy, úgyhogy gratulálunk a szerzőnek, és nagyon köszönjük a Pigmentának ezt a komoly támogatást. Azon kívül természetesen köszönjük a kiállítási nagyításokat, amik mindig a lehető legmagasabb minőségben készülnek a Pigmentánál. Köszönjük szépen! Következő külön díj a Shaker Tour Team külön díja, aminek pontos megnevezése. Ez a díj egy három alkalmas leshasználatot jelent a Shaker Tour slasheiben a Hortobágyon. A nyeremény értéke 120 ezer forint. A nyeremény felhasználható naponta, vagy akár egyben is, három nap. A nyertes a teljes leshasználatot nyert el, ami azt jelenti, hogy további vendégeket is tud hozni magával. A lesek általában három személyesek. A nyereményt két éven belül kell felhasználni, azaz 2022. november 3-áig. Hát reméljük, hogy addig ez a vírus bőven eltakarodik az életünkből. A nyertes kép Ceglédi Ádám alkonyati fényekben készült képe. Gratulálunk! Következő külön díj. A Természetbúvár magazin külön díja. A külön díjat nyerte Kai Kolodzsej, Hörcsök Stráda című képe. Ugye nagyon ritkán kerül a pályázatokra Hörcsögről készült kép, de szerencsére most idén volt ez a kiváló kép. Következő. A legjobb buvármerüléssel készült kép külön díját a Red Sea Boats ajánlotta fel, ami egy egyhetes buvár szafári. Pontos megnevezése. Egy egyiptomi buvár szafari egyfő részére repülőjegy és kapcsolódó szolgáltatások nélkül, amit a nyertes a 2021-es évben használhat fel a szabad helyek függvényében. Ezt a díjat Előd László Pörői című képe nyerte teljesen megérdemelten. Úgyhogy gratulálunk, Laci, és jó utat kívánunk neked a következő
egyiptomi leüléshez. Következő külön díj, dr. Tildi Zoltán díj a UNIC-ból támogatásával. Ugye ennek a díjnak a megfogalmazása a kiírás szerint a zsűri által legjobbnak ítélt mozgó állatról készült fotó, ami állványról készült, de nem többszörös expozícióval, minimum 300 mm-es teleobjektívvel, vagy ezzel ekvivalens gyújtótávolsággal, 1/30-addal, vagy ennél hosszabb expozíciós idővel. Nézzük, ki nyerte ezt a nagyon klassz díjat. Ugye ez a díj, egy UNIC-ból high-end iQuick 3 pod karbon állvány. A nyertes Alicki Manó Hajnai Gyületkezet című különleges képe a tatai tavon tapasztalható vadlúd sokadalomról. Gratulálunk, nagyon szép kép. A következő UNIC-ból külön díj az ifjúsági kategóriában. Ugye ezt a külön díjat a UNIC-ból következő leírás alapján állapította meg. Az ifjúsági kategóriában külön díjat kap a legjobb talajszinthez vagy vízfelszínhez közeli, igen alacsony szögből készült madárfotó. A külön díj egy UNIC-ból UVH35X állványfej, adományozója a UNIC-ból team. A nyertes képet a UNIC-ból képviselője választja ki. És ez a díj, egy csodálatos állványfej, és a nyertes Szőcs Mátyás tömegvonzás című képe. Következő UNIC-ból külön díj, a világjáró külön díj. Ennek a leírása. A díjnyertes képet a zsűri a tájkép kategóriában versengő azon képek közül választja ki, amelyek állványról készültek, 1/15-nél hosszabb záridővel, vagy több kép egyesítéséből származó panoráma vagy HDR képek, és 2500 méter feletti magasságban, vagy Európán kívül készültek. A nyertes kép, illetve ez a nyeremény, egy pillanat, van egy kis filmecske is, ami bemutatja magát a... Hát ennyi. A nyertes pedig Herpa Imre üstökös című képe. Következő. Az év természetfotója 2020-ban. Ugye az év természetfotója úgy kerül kiválasztásra, hogy a zsűrijelző kiválasztja a 14 kategóriában a kategória győzteseket, és utána ez a 14 kép verseny, ez az év természetfotója címér. Idén is az év természetfotója külön díjat a 220 volt Magyarország ajánlotta fel. Hagyok nektek időt, ahogy elolvassátok ezt a díját. Ugye a 220 volt egy olyan cég, ahol olyanok dolgoznak, akik maguk is fotóznak. Ezt a humoros képet Pesti Péter készítette a 220 volttól. És mi a díj? A díj 1.220.000 forint értékű fotóeszköz bérlési utalvány egy éven keresztül. A nyertes kép Pintér Csaba légivadász című képe, ami egy fantasztikus elkapott pillanatot ábrázol, amikor egy karvaj, egy citromsármányt zsákmányol éppen. Csaba, itt vagy velünk a Zoom szobában? Attól félek, hogy nincs. Egy pillanat türelmet kérem. Csak megnézem, hogy hol vagyunk.
Jó. A következő díjazott az év ifjú természetfotósa 2020-ban. Ugye itt is ugyanaz van, mint a felnőtt kategóriában, tehát a pályázatra beadott és eredményesen szerepelt kollekció az, ami nyeri az év ifjú természetfotósa díjat. Nézzük, mik a díjak. Valamiért nekem lefagyott a gépem. Egy pillanat türelmet kérek. Igen. Az év ifjú természetfotósa díjat, fődíjat két cég ajánlotta föl. Az egyik a Hyde Photography, ami egy háromnapos lesfotózás Máté Bence mentorálásával. Hát azt hiszem, hogy ez pénzben nem kifejezhető értékű díj. És a másik díj, amit szintén az év ifjú természetfotósa kap, az pedig a WebArt Studio jóvoltából 500.000 forint értékű weboldal fejlesztés. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó kis díj. És az év ifjú természetfotósa Koncz Biztris Tamás. Gratulálunk! Tamás, itt vagy velünk? Itt vagyok, teljes valóban. Sziasztok, üdvözlök. Gratulálunk! Mindenkit. Köszönöm szépen. Mesélj egy kicsit arról, hogy idén több pályázaton is indultál. Milyen eredményeket értél el az idei pályázatokon? Hát gyakorlatilag idén a év ifjú makrofotósa díjat nyertem meg. Gyakorlatilag ez az, ami a legnagyobb. Természetesen a Naturart díjon kívül, aminek nagyon örülök, és köszönöm szépen a megtisztelő címet. Gyakorlatilag ez a négy kép, ami bekerült, kifejezetten közel áll hozzám, főleg az űrge, mivel ez egy kifejezetten egy olyan pillanatot mutat meg, amely nagyon ritka, tehát ezért nem hiszem, hogy sok ember van, aki elmondhatja, hogy űrgét látott havazásban. Tamás, és a többi képről is mondjál néhány szót, légy szíves. A drónfotó, amin egy szigetlátható dráván készült, gyakorlatilag egy dráva mellékág és a dráva látható, és az látszik rajta, hogy a mellékág mennyivel jobban letisztul a víz, mint a folyónak a természetes sebességével folyó szakaszán, és gyakorlatilag ez a kékség a víznek a letisztulását mutatja. A sirályos fénykép az a Mórahalmi Nagyszéksóston készült naplemente tájékán, és gyakorlatilag a tópartra feküdtem ki, tehát nem lesből készült a fénykép, ellenfényben és a hullámokon megtörik a napnak a fénye, és ez látható a fényképen. A vörösmegyes fényképen Bokrospusztán készült, én csongrádi lakos vagyok, és gyakorlatilag Bokrospuszta és Csongrádhoz tartozik, így kifejezetten közel a lakhelyemhez készült. Gyakorlatilag ez egy téli napon, ilyen deres, zűzmarás délelőtt volt, nagyon ködös, viszont egy 70-200-as objektívvel készült a fénykép, tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag ez a vörösbe egy relatíve közel volt hozzám. Jó, köszönjük szépen, és akkor még egyszer gratulálunk. Akkor menjünk tovább. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Következik a pályázat fődíja. Az év természetfotósa 2020-ban. Részlet a pályázati kiírásból. A fődíj odaítélése az alapján történik, hogy egy adott szerző a pályázaton kiosztott összes pontszám hány százalékával rendelkezik, és az összes kiállított kép hány százalékát készítette. A 2% összege adja a pályázaton elért eredményt. A legmagasabb értéket elérő szerző nyeri el az év természetfotósa díjat. Az ifjúság és a verk kategória képei nem vesznek részt a végeredmény számításában. Pontozási rendszer. Az év természetfotója 5 pontot ér. A kategória első díjak 4 pontot,
kategória második díjak harmadik 3 pontot, kategória harmadik díjak 2 pontot. A pontok összesítése során plusz 1 pontot kapnak a tájkép kategóriában első, második és harmadik helyezést elért képek, amelyek a Kárpát-medencei ökorégióban készültek, és plusz 1 pontot érnek a zsűri által megítélt külön díjas felvételek is. Az év természetfotósa cím nyereményeit idén a CEVE és a 220 volt cégek támogatásával biztosítjuk, és természetesen az év természetfotósa megkapja Kis Jenő szobrászművész kis klasszikáját is. Egyik díj egy 100 000 forintos vásárlási utalvány a 220 volt jóvoltából. Következő díj elmondására felkérem Ablonci Lászlót, hogy mondja el videóüzenetében, hogy mi is ez a díj. Sziasztok! A CEVE és a saját magam nevében is szeretnénk sok szeretettel gratulálni a győztesnek. Arra gondoltunk, hogy egy egyedülálló és különleges díjat ajánlunk fel, mert pedig nem más, mint egy fotókiállítás szervezése. A győztesnek nem csak ezt a képét, ami itt nyert, hanem a legjobb 20 képét szívesen kiállítanánk egy exkluzív helyszínen, és vállaljuk ennek a teljes körű leszervezését, a kiállítási helyszín biztosítását, 20 darab képnek a művészászra történő kinyomtatását, ennek a meghirdetését és a teljes körű szervezést. Azt gondoljuk, hogy így ismeri meg minél több ember a legszebb képeit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus díj. Az év természetfotósa Potyó Imre, amihez nagy-nagy szeretettel gratulálok. Nagy szeretettel gratulálunk. Hello, Imi. Szia. Azt a mindenit. Szeretnék gratulálni neked az egész. Igen, nem tudom igazából, hogy látszódik. Köszönöm szépen. Gratulálok. Szerintem. De meg nagy meglepetés. Köszönöm szépen. Szuper. Gratulálok, nagyon meglepetés. Jó, visszaengedlek, beszélj. Hát, köszönöm szépen, köszönjük, mit is mondhatnék, hát ez nagy csata volt, lehet, hogy nem érződött, de Milánnal szerintem igen szoros meccset vívtunk, ha lehet ilyet mondani. Én 18-ban annak idején Daróczi Csabával. Hát én azt fogom csinálni holnap, hogy kimegyek a kedvenc bölzsönyi patakföldjembe, és kicsit megnyugszom először is. De ami nagyon fontos szerintem, hogy egy sikerült 9 képpel bekerülnöm, ilyen még nekem soha nem volt, ilyen sok futom. És ez szerintem az élőhely, illetve az élővilág változatosságának köszönhető. Tehát én mindig olyan képeket készítek, igyekszem, amelyek olyan fajokat, vagy formákat, jelenségeket mutatnak be, amelyek még kevésbé ismertek, akár a természetfotósok előtt is. És ahhoz ennek köszönhető ez a képdömping, hogy sok-sok kategóriába sikerült befolyam ezekkel a teljes, sok ismeretlen fajokkal. Én 19-ben kezdtem el komolyabban makrózni, egy fotópályázaton nyert makroobjektíve, pont a Naturarton nyertem azt 18-ba, és akkor merültem bele ebbe a milliméteres makrovilágba, és teljesen bámulatos univerzumba kerültem, még azóta se másztam ki belőle, hihetetlen jó világ. És nagyon fontos szerintem még a megújulás, tehát hogy mindig valami újszerűt, új témába vágjunk. Most közben beszereztem egy halszem objektívet is, úgyhogy ez is egy új perspektívát nyithat a természetre. Most igen? Egy egész új univerzumot mutattál meg nekünk, azt hiszem nagyon kevesen vagyunk, akik ezeket az állatokat egyáltalán
vagy akik tudnak ezeknek az állatoknak a létezéséből, és hát ez egy olyan mikrovilág tényleg, amit nem is láttunk eddig, úgyhogy teljesen útra léptél, gratulálunk ehhez. Én kifejezetten örülök ezeknek a nagy pályázatoknak, így a NatuArt év természetfotósának is, mert így rengeteg ember megismerte ezeket a képeket, és a fődíjjal pedig a kiállítással tényleg egész sok emberhez eljuthatnak ezek az állatok. Élőlények is lehet, hogy meg is fogják őket szeretni, és amit szeretünk, azt tudjuk igazán védeni szerintem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer, örülj a díjnak. Köszönöm a kiküldött tudósítónknak, hogy sikerrel végrehajtotta a missziót, és átadta a szobot. És gratulálok én is mindenkinek. Köszönjük szépen. Ugye itt van az utalvány, amit majd a CEVE kollégákkal le kell, hogy egyeztessél, és izgatottan várjuk a kiállítást és a 20 nagyméretű képedet. Ahogy jeleztem korábban, megjelent az év természetfotói Magyarország 2020 album az Alexandrának köszönhetően. Az album elérhető már, ezen a linken meg is lehet rendelni házhozszállítással, vagy hát már könyvesboltokban is holnaptól kapható. Azok a fotósok, akiknek a képe szerepel a kiállításon, azoknak egy tiszteletpéldány elérhető a Magyar Nemzeti Múzeumban. Mindenképpen érdemes elmenni, nagyon szép lett maga a kiállítás is. Úgyhogy valamilyen nem tudok tovább lépni már megint. Bocsánat. Igen. A kiállításon idén is feltettük a QR kódokat a képekre. A mobillal le lehet olvasni a QR kódokat. A Adex jóvoltából Exhibridge alkalmazás segítségével. És meg lehet osztani a képeket, mindenféle újabb információkat lehet megtudni a képekről, vagy a szerzőkről, úgyhogy mindenképpen ajánlom egyrészt a kiállítás megtekintését, másrészt a QR kódoknak a használatát. A kiállítás fent van a falon, tényleg nagyon szép lett, nagyon sokat dolgoztunk vele, de Pigmenta és a Canon jóvoltából csodálatos minőségben láthatók a fotók, úgyhogy csak néhány kép a kiállításról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és remélem találkozunk mindnyájatokkal, vagy kinn a természetben, vagy a következő pályázatokon. Köszönöm, hogy itt voltatok. Viszontlátásra.